Nyitott kapuk rendezvény évekkel ezelőtt a Győri Széchenyi István Egyetemen, idén a járványhelyzet miatt nem csak itt, de más intézményekben sem lesz nyílt nap és edukáció kiállítás sem. A tovább tanulni akarók azonban így sem maradnak hasznos infók nélkül, elindult ugyanis az online egyetem választó. A Városi Diák Fórummal létrehoztuk ezt a VDF országos online egyetem választót. Ennek a lényege alapból az, hogy egy moderátorral egy egyetemi hallgató beszélget egy körülbelül egy órás időtartamban. Az első fél órában az egyetemi hallgató bemutatja az egyetemet egy prezentáció formájában, utána a moderátor kérdez tőle irányított kérdéseket, például olyat, hogy milyen szakon tanul, mik azok a dolgok, amiket pluszba oda kell rakni. Itt egyébként a prezentációban kitérhet a hallgató arra, hogy milyen plusz sportolási lehetőségek is vannak az adott egyetemen. Egy állomáson már túl van a sorozat, amire, mint kiderült, komoly igény van. Kedd este 7-től a Corvinus Egyetemről tudhatnak meg szinte mindent az érdeklődők, akik persze kérdezhetnek is az online térben. Az érdeklődés szerencsére folyamatosan úgy gondolom, hogy fejlődik. Próbáltuk az elsőt azt nagyon-nagyon megpromózni, tehát több sajtóorgánum is segített ennek a hírnek a terjesztésében. Olyan 30-40 fővel sikerült az első eseményt lezárni. Szerintem ez kiemelkedő és indításnak nem rossz. Most is próbáljuk különböző helyeken és fórumokon ezt terjeszteni. Adott esetben Facebook csoportokban, és mindenki keresi az adott ismerősi körét, ahol ezt meg tudja osztani. Különfel megbeszéltük a tagokkal, hogy a Facebook eseményt azt minél többen osszuk, minél több emberhez eljusson, tehát így próbáljuk ezt megosztani. A Covid-járvány mindenki, így a középiskolások, főleg a végzősök életét is megkeseríti. Nehéz úgy pályát választani, ha nincs személyes tapasztalat, de az online egyetem választó sokat segíthet az érintetteknek. Amikor a személyes edukáció kiállítás van, és az egyetemi személyes nyílt napok, az sokkal jobban hozzátesz ahhoz, hogy jobban tudjunk egy egyetemet választani. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy én is szívesebben elmentem volna egy személyes nyílt napra, mondjuk akár a közszolgálatira, akár a pázmányra, megnézni, hogy milyen az adott egyetemnek az összhangulata és az egész atmoszférája, az most így csak online térben tudjuk megoldani. Szerencsére én még csak 11-es diák vagyok, tehát reméljük még a jövő év olyan lehetőségeket tart nyitva, amikor ezeket be lehet pótolni személyesen is. Az online egyetem választó a tervek szerint a győri kampuszra is elérkezik majd, azért, hogy minél többen választhassák a folyamatosan fejlődő Széchenyi Egyetemet.